Egy fordulóval az őszi zárás előtt bebiztosította elsőségét az Ibrány, Gellicki Máté együttese 4-1-re verte a Tiszavasvárit. A Szakoly 5-1-re győzött a Nyírgyula ellen, a Fehérgyarmat 3-0-ra múlta felül a Nagyhalászt, a Tuzsér pedig a Tiszakanyánál bizonyult jobbnak 3-1-re. A Máté Szalka Kemecsén nyert 2-1-re, a Mándok pedig Baktulóránt házáról vitt el a 3 pontot 3-1-es sikerével. A Tiszalök Gyulaháza találkozó 2-2-es döntetlennel zárult. A forduló rangadóján a második helyen álló Nagyecsed a harmadik Sényihöz látogatott. A meccset a hazaiak nyerték 2-1-re. Rendkívül nehéz mérkőzésen vagyunk túl, mind a időjárás tekintetében, tehát fújt a szél, esett az eső, csúszott a pálya, nagyon nehéz volt a talaj, illetve hát az ellenfelünk egy nagyon jó, masszív ellenfél volt, hiszen ők voltak a tabellán a másodikok, és ezzel a győzelemmel sikerült őket megelőznünk. Tudtuk, az ellenfelünkről nagyon kevés gólt kapnak, egy rutinos játékosok alkotta keret, úgyhogy nehéz meccsre számítottunk. Ez is történt, de hát hál' Istennek mi nyertünk. Az egész mérkőzésen mi próbáltunk dominálni, ez helyek közel sikerült is, és játékban szerintem felé tudtuk nőni, és több helyzetet alakítottunk ki mi ők. Viszont az igazsághoz hozzátartozik, hogy végén a kiállítás követően az utolsó 10 percben beszorultunk a kapunk elé, és ott volt több meleg szituáció. A tabella élén a 35 pontos Ibrányál, megelőzve a 29 pontos Sényűt és az egyaránt 28 pontos Szakolyt, valamint Nagyecsedet. A Mándoknak és a Tuzsérnak 25-25, a Nyírgyulajnak, a Máté Szalkának és a Fehérgyarmatnak egyaránt 22 pontja van. A kieső helyeken a 8 pontos Kemecse, a 2 pontos Nagyhalász és az 1 pontos Tiszalök várja az őszi zárófordulót. A párosítás a következő: Tiszavasvári Sényű, Nyírgyulaj Tuzsér, Kemecse Tiszalök, Nagyecsed Szakoly, Gyulaháza Fehérgyarmat, Mándok Ibrány, Nagyhalász Baktalórendháza és Tiszakanyár Máté Szalka.